Mai adásban a szilárd hajtóanyagú rakéták belső kialakításának alapjairól lesz szó. Vegyünk egy rakétát, töltsük meg hajtóanyaggal különböző módokon. Mivel így minden rakéta szerkezetileg azonos lesz, így a rakéta toló ereje a kamranyomással lesz arányos. A kamranyomás az egységnyi idő alatt elégetett hajtóanyag mennyiségétől fog függeni. Az égés sebessége viszont a hajtóanyag égéstérrel érintkező felületétől, hajtóanyag hőmérsékletétől, illetve az égéstér hőmérsékletétől, valamint a kamranyomástól függ. De nézzük a legegyszerűbb kialakítást, amikor a teljes keresztmetszet fel van töltve a hajtóanyaggal. Ebben az esetben az égés mindig a teljes keresztmetszetben zajlik, a fúvókától végig a rakéta csúcsa felé haladva. Induláskor az égéstér minimális, így a kamranyomás egy kicsivel magasabb lesz, így nagyobb a tolóerő az üzem végén az égéstér a legnagyobb, viszont maga az égéstérrel érintkező felület az végig azonos, ezért a kamra nyomás alacsonyabb, ami kisebb toróerőt eredményez. Hogyan lehetne a tolóerő változását minimalizálni? Nézzük meg, mi történne, ha nem egy teljes keresztmetszetet töltünk fel anyaggal, hanem a rakéta teljes hosszában egy cső formájú égéstereket alakítunk ki kezdetekkor. Ez lényegesen megnöveli az égés felületét, és ahogy a belső rész felülete csökken, a külső részé úgy nő. Ezáltal már lényegesen nagyobb tórelőt kapunk, de sokkal rövidebb üzemidőt. Ez a kialakítás viszont nagyméretben problémás lehet, hiszen a középső hengeres elem rögzítése nehézkes. Az égés felületének növelésére a legegyszerűbb mód az, ha a hajtóanyag közepében egy furatot alakítunk ki. Ebben az esetben az égés során a felület folyamatosan nő, így a toróerő is. Az utolsó gyakori kialakítás pedig az, amikor az égési felületet több járat kialakításával maximalizáljuk. Ilyen kialakítás az, amikor egy csillagformájú járat fut végig az egész rakétán. Ebben az esetben induláskor lesz a legnagyobb tolóerő, mely az éghető anyag csökkenésével arányosan folyamatosan csökken. Ám a korábban említett négy kialakítás kombinálva tetszőleges karakterisztikát is ki tudunk alakítani. Például a kokáért, ha a rakéta felső részében csillagformájú, az alsó részben pedig egyszerű furatos kialakítást alkalmazunk, akkor ennek eredménye olyan tolóerőgörbe lesz, mely induláskor egy nagyobb csúcsértékkel indul, majd hosszan egy közepes, stabil tolóerőt ad.